Őrizetben marad a kormány megdöntésére irányuló fegyveres szervezkedéssel gyanúsított 25 ember Németországban. A Reichsbürger csoport tevékenységét terrorista összeesküvésnek minősítette a német belügyminiszter, és egyre több részlet lát napvilágot arról, hogy mit is terveztek. A német alkotmányvédelmi hivatal elnöke elmondta, ez a most felszámolt csoport azzal tűnt ki, hogy jó kapcsolatokkal rendelkezett az egész országban. Pontos terveik voltak, hogy mire készülnek, és a tervük ténylegesen erőszakközpontú. Emberek meggyilkolását fontolgatták. A Reichsbürger vagy birodalmi polgárok mozgalomról a német rendőrség régóta tudja, hogy rasszista és antiszemita összeesküvés elméleteket vall. Más gyanúsítottak QAnon hívők, akik szerint országuk egy mítikus mély állam kezében van. Egy régi arisztokrata családból származó 13. Heinrich néven emlegetett férfi állítólag központi szerepet játszott terveikben. Az egyes kormány pozíciók átvételére már előre megjelöltek személyeket, köztük a német Bundestag egy korábbi tagját az igazságügyi tárcára, mondta el a szövetségi főügyész. Ezen a tanácson kívül, amely egy új államiságot és egy új államszerkezetet volt hivatott megtervezni, tudomásunk szerint van egy katonai kar is. A 150 németországi rajtaütésben 3000 rendőr vett részt, de Ausztriában és Olaszországban is letartóztattak 2-2 embert. A művelet nagysága jelzi a szélsőséges csoport méretét, a terrorfenyegetettség veszélyét. De az nem világos, hogy a csoport képes lette volna végrehajtani a terveit.